Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Császár Angelika vagyok, ez pedig itt a Handicap. A mostani vendégem Krébesz Kinga, aki alapvetően angol tanár, illetve igazgató helyettes, azonban most olyan ügyből hívtam őt el, hogy ő egyben terápiás kutyákkal is foglalkozik, illetve dolgozik, illetve azt gondolom, hogy gyakorlatilag az élete a kutyázás. Nagyon szépen köszönöm, Kinga, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. Szeretnélek megkérni arra, hogy először egy kicsit mesélj magadról, hogy pontosan te mivel is foglalkozol, akár mint főállásban, mint pedig ugye a szabadidőben. Hát főállásban tanár vagyok és igazgató helyettes egy óbudai középiskolában, és emellett most már 4 kutyám van, az utolsó az még csak 3 hónapos, úgyhogy ő erősen tanuló státuszban van, és ebből 2 le van vizsgáztatva, mint terápiás kutya, és hát ők gyakorlatilag felölelik a szabadidőmet, mert ha éppen nem dolgoznak, akkor vagy tréningen vannak, vagy sportolnak valamit, vagy kirándulunk, de nagyjából ezzel telik a napunk, ők azért kitöltik rendesen ezzel, mint 4 gyerek. Igen, gondolom, nincs olyan időszakot, hogy unatkozol és semmit teszel. Nem, amúgy sem jellemző rám, hogy unatkozok, mindig csinálok valamit, ha nem, akkor keresek valamit, amit lehet csinálni, úgyhogy ez nem jellemző rám, de így azért viszonylag kevés olyan idő akad a napomban, amikor azon kell gondolkoznom, hogy nem itt is csinálja. Igen, meg hogyha jól tudom, akkor te pórázgyártással, illetve nyakörveket is készítesz, ugye? Igen, készítek. Hát ez nyilván eredetileg úgy indult, hogy a saját kutyámnak akartam csodaszép pórázokat és nyakörveket gyártani, és akkor így becsatlakoztak a kutyás barátok, és most már vállalkozásként működik, és ennek az egyik mellékága, vagy nem tudom, nekem ez fontos volt, hogy a bevételnek minden eladott darab után 200 forintot utalunk az MVGOS-nek. Ez azért volt nekem fontos, mert az első kutyámat, Fügét, kölyök nevelésem volt nálam annó. Akkor csöppentem tulajdonképpen felnőttként bele a kutyázásba, bár a gyerekkorunkban is volt kutyánk, és hát ez a világ, ez nagyon megfogott engem, úgyhogy ezért fontosnak tartottam, hogy támogassam a szövetséget ezzel, vagy a kutyák képzését. Még egy kicsit azért visszakanyarodva ehhez a nyakörv készítéshez, hogy milyen típusú nyakörveket készítesz, egy kicsit azért megosztom a hallgatókkal, hogy én is Kinga termékeit vásárolom a kutyusom számára, és gyönyörűeket készít, abszolút ez elmondható, illetve ami nem utolsó szempont, hogy nagyon-nagyon jó minőségben is kell ezeket a nyakörveket, pórázokat, kendőket és egyéb kiegészítőket elképzelni. Mesélj egy kicsit arról, hogy azért ezt hogy, tehát hogy ez kézi termék, tehát saját kézzel gyártott termék, vagy hogyan készíted, illetve milyen minták közül lehet választani? Hát géppel várom őket, tehát ilyen szempontból nem kétkezi munka, de mindegyik darabot én készítem, tehát ilyen szempontból viszont igen. Ezeket általában úgy szoktuk, vannak nyilván standard darabok, hogy milyenek közül lehet választani, de hogy igyekszünk úgy megalkotni a nyakörveket, illetve a pórázokat, hogy ez tökéletesen passzoljon a gazdához és a kutyához is, mind hosszúságában, vagy szélességében, mintában. Vannak extra kérések is, és akkor annak mindig utána járunk, hogy azt hogy is lehet megcsinálni. De jó. Úgyhogy ezeket így mindig pont úgy csináljuk meg, ahogy a gazda elképzelte. És hol lehet titeket egyébként megtalálni? Hát eredendően a Facebookon lehet minket megtalálni, de hogy nem is tervezek ennek ilyen hatalmas boltot, vagy publicitást, vagy nem tudom, tehát hogy nem akarom ezt terjeszteni tovább. Ennek tényleg csak az a lényege, hogy valamennyit visszaadjak támogatásként a kutya kiképzésbe. Másrészt meg nagyon szeretem csinálni, és az, hogy két kézzel csinálok valamit, vagy kreatív dolgot csinálok, az eléggé lefoglalja az agyamat olyanokról, hogy ne kelljen hülyeségeket gondolkozni.
És ami nekem mindig ilyen nagy örömmel tölt el, hogy látom a Facebookon, hogy egyébként a termékeket önmagában is felrakott fényképként természetesen, de hogy utána az eszméletlenül aranyos gazdáknak is a képeit, akik viselik aztán ezeket a termékeket. Szóval így nagyon, nagyon szimpatikus, ahogy ezt így vezeted. És pontosan milyen néven lehet megtalálni teket a Facebookon? Ez Dogutz néven lehet megtalálni, és igen, fontosnak tartom, hogy feltegyem utána a kutyusokat is, mert nagyon sok olyan kutyagazda párosom van, akikkel már az elejétől fogva dolgozom együtt, és egyrészt őket már barátként ismerem szinte, másrészt pedig pontosan tudom, hogy miket szeretnek, és akkor ezek így mindig olyan jó, amikor elküldik a képet, hogy jaj, néznek, milyen csinos benne, és úristen, megint tökéletes, és szóval, hogy ez nyilván nekem is jó érzés, de hogy azt gondolom, hogy a gazdáknak is jó érzés, hogy a saját kutyusukat utána viszont látják fent az oldalon. Abszolút, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fantasztikus hobbi önmagában is, mert azt gondolom, hogy mondható, hogy ez hobbi neked. Abszolút. Illetve az, amit ezzel képviselsz is, hogy ezáltal támogatod ugye részben a vakvezető kutya kiképzést. És ha már így itt tartunk, akkor kérlek, meséld el azt a kedves hallgatóknak, hogy hogyan is jött neked ez a kutyázás, illetve ugye te nevelő gazdi is vagy, nem is akármilyen, de erre majd ki fogunk térni még, hogy mit jelent az, hogy nevelő gazdi, hogy csöppentél ebbe bele, tehát úgy önmagában a kutya körüli életed, az hogyan alakult ki? Teljesen véletlenül csöppentem ebbe egyébként bele. Hozzátartozik, hogy mindig is bolondoltam a kutyákért, és gyerekkorunkban volt egy új fullanding, akit nagyon szerettünk, és hát utána beköltöztünk kertesházból lakásba, ahova nyilván nem volt való kutya, mármint ő nem azért nem vittük magunkkal, mert hogy beköltöztünk, csak ő aztán elment, és a lakásban már nem lett másik kutyánk. És de én mindig is szerettem volna, viszont amikor már külön költöztem, akkor olyan életem volt, hogy ebbe így viszonylag nehezen fért volna bele egy kutya, hiszen nagyon keveset voltam otthon, és egy ismerősömön keresztül kerültünk ki egy családi napra a Csepeli Vakvezető Kutya Kiképző Központba, és hát engem azonnal lenyűgözött ez az egész. Egyáltalán, ahogy ott ilyen boldogan futkosott egy csomó labrador, tehát ez ilyen nagyon... nagyon a bandázásról. Igen, nagyon szívet melengető látvány volt, és hát én azonnal szerelmes lettem egy nagyon öreg labradorba, és akkor... Hát így ott derült ki számomra, hogy ez úgy működik, hogy a vakvezető kutyákat körülbelül egy éves korukig kiadják családoknak, és akkor ő nekik az a dolguk, hogy ingergazda környezetben tartsák ezeket a kutyákat, minél több helyre magukkal vigyék, és olyan dolgokat megtanítsanak nekik, amik később hasznosak lesznek, illetve elengedhetetlenek lesznek ahhoz, hogy ők bátor vakvezető kutyák legyenek. És akkor hát így hosszas családi kupak tanács után azt mondták, hogy hülye lennék, ha nem vágnék ebbe bele, mert hát ez egy év, ezt pontosan tudjuk, ez egy nagyon nehéz dolog lesz, amikor majd vissza kell adni, de hogy így felmérhetem azt, hogy mennyire fér bele az én életembe a kutyázás, és ez egy elég naív gondolat volt, hozzáteszem, de hogy... Mert hogy alapvetően egy vakvezető kutyát nevelni nem feltétlenül olyan, mint fifikét nevelni, mert hogy igazából a vakvezető kutya tanulók sokkal rugalmasabban tudnak illeszkedni az életbe azáltal, hogy azért valamilyen szempontból több joguk van bizonyos helyekre menni vagy nem menni, annak ellenére, hogy ugye tanuló státuszban ők nem segítő kutyák, tehát ugyanúgy nem vonatkozik rájuk az, hogy bemehetnek mondjuk egy orvosi rendelőbe, de ettől függetlenül azért könnyebben szemet fújnak a felőtt, hogy bevigyed valahova őket, mint mondjuk egy átlagos kutyát. És akkor én be is csattogtam a főnökömhöz az iskolába, és mondtam neki, hogy ez egy remek lehetőség, és hogy gondoljam bele, hogy ez milyen jó lesz. És hát gyanítom, hogy nem tudtam volna nehetetlent kérni tőle, de hogy azonnal igent mondott, pedig ezer okot felsoroltam magamban, hogy mivel fogom meggyőzni, és így emlékszem, hogy igen mondott, és így kicsattogtam azonnal az irodában, mielőtt meggondolná magát, és akkor hát jelentkeztem az iskolában, hogy szeretnék nevelni,
És akkor hát mondták, hogy nem lesz most kiskutya, csak a következő alomban. És akkor hát nyilván nagyon tudatos gazdiként elkezdtem készülni arra, hogy hát majd mi legyen a neve, meg hogy miket fogunk csinálni, meg nem tudom, és akkor volt egy csomó listám arról, hogy mi legyen a neve, és akkor végül egyszer csak megálmodtam, hogy Függének fogják hívni, és akkor nem sokkal, egy pár nappal később felhívtak a suliból, hogy mégiscsak van egy kiskutya, és hogy akkor augusztus végén mehetek érte. És hát egyrészt nagyon-nagyon örültem neki, másrészt meg így elég ijesztő volt, mert hogy... Hogy így hirtelen itt az igen, álmod, igen. Ez megtörténik? Igen, és akkor el is mentünk érte, és akkor hát így emlékszem, hogy ez már így nagyon így az utolsó napokban volt a nyári szünetnek, mondom, augusztus legvége volt, és így otthon töltöttünk talán két napot, vagy még annyit se, és akkor... Másnap, vagy hát a következő nap meg be kellett menni az iskolába, ahol értekezletek voltak, és ezt a kiskutya nem volt semmihez se szoktatva. Hát akkor volt nálam, ráadásul még autóm sem volt, tehát BKV-val jártunk, és így emlékszem, hogy becsaptam egy nagy sportáskába, és elindultam lesz, ami lesz alapon. És hát nagyon jól működött ez az egész rendszer, mert igazából hát Függ elég ügyes volt ebben a dologban, és tényleg elválaszthatatlanok voltunk olyan szempontból, hogy mindenhova vittem magammal, ahova csak mentem, és hogy igyekeztem úgy alakítani az életet, hogy ne kelljen olyan szituációba kerülni, hogy őt nem tudom magammal vinni, úgyhogy ő egy nagyon vagány kis kutya lett. Szerintem semmelyik másik kutyának nem sikerült ilyen jól a szocializációja, mint neki. De így akkor ő egy nagyon kis jó kutya lett, aki végül nem lett vakvezető kutya, mert kiválasztották tenyészkannak az iskolában, és hát egy egészségügyi okból kifolyólag ez végül nem valósult meg, nem voltak jók a himivel sejtjei, mint kiderült, és így aztán, mivel tudtam azt, hogy milyen jól működik bent az iskolában, meg hogy a gyerekekkel milyen jó hatással van, így jött az, hogy elkezdtem vele terápiás felkészítőre járni, és akkor lett belőle végül terápiás kutya, aki azóta is aktívan dolgozik. Még egy kicsit visszakanyarodva arra a témakörre, hogy nevet választottál neki. Ugye nagyon sokszor kérdezik tőlünk, mint aktív vakvezető kutya, hát csúnyán mondod, de hát használóktól, hogy mi adjuk-e a nevüket. És mindig el szoktam mondani, hogy hát nem, mert hogy igen, a nevelő gazdik határozzák meg. És ezt mi alapján kell meghatároznatok, tehát bármi lehet a kutyus neve, aki hozzátok kerül, vagy pedig azért van valamilyen keret? Hát nem teljesen. Van neki egy nyilvántartási neve, ami nyilván a kutyaiskolában fut ezen a néven, van, aki ezt megtartja, ami valami kódrendszer alapján általában mindig ugye a kezdőbetűk az évek számát jelöli, hogy melyik évben született, de hogy egyébként meg... utána ezt meg lehet tartani, vagy pedig lehet választani, és akkor ezt, hát az szokott lenni a kritérium, hogy olyan név legyen, amit könnyű kimondani, hogyha az ember áll a tér közepén, és kiabálja ezt a nevet, akkor nem fog a lakótelep teljes állománya a lábánál megjelenni, illetve hát ne legyen benne semmi olyan szó, amit vagy ne jelen, olyan jelentés, ami mondjuk kimondva negatív, és akkor... Hát ezeket én mindig azt szoktam mondani, hogy az a jó kutyanév, amit hogyha az ember így hangosan kimond, akkor az úgy jól hangzik. Uh-huh. És akkor általában most az a rendszer, hogy le kell adni körülbelül három nevet, amit így szimpatikusnak gondol a gazdi, és akkor abból az iskolavezető választja ki azt, hogy mi lesz az ő végleges neve. Ez nyilván attól is függ, hogyha mondjuk van aktív dolgozó, vagy aktív tanuló kutya azon a néven, akkor ez helyből kiesik, vagy hogyha ő úgy ítéli meg, hogy ez nagyon jól hangzik, de azért még se egy jó kutya név, tehát mondjuk hosszú, vagy ilyesmi, akkor az is kieshet, és akkor nyilván annak prioritásában, hogy a gazdi mit szeretett volna jobban, akkor úgy az lesz a neve végül. És ugye
Volt már itt vendégem, a vakvezető kutya iskola vezetője, és ő említette, hogy a nevelőgazdik megkapnak mindenféle támogatást is, olyan értelemben, hogy kutyatáp, egészségügyi oltások, stb., de hogy szakmai segítséget kaptok-e, és ha igen, akkor hogyan? Abszolút, tehát, hogy a nevelők kapnak segítséget olyan szempontból. Tehát nem csak így be vagy dobva a mély vízbe. Nem, van egy nagyon klassz kisokos, ilyen egyszer-egy, amiben nagyon részletesen le van írva egy csomó segítség. Ezen kívül van egy nagyon szuper Facebook csoport, ahol szerintem az összes nevelő benne van, aki valaha nevelt kutyát, és hát van olyan, aki már 10x kutyát nevelt, szóval ő zsigerből tud választani kávé bármilyen kérdésre, illetve hát a kiképzők is segítenek, meg hát a kölyök nevelési programban is igyekszünk segíteni mindenkinek. Ezen kívül vannak ilyen alkalmak, amikor a kutyaiskolán, vagy a városban, vagy egy kutyabarát plázában találkozunk, és akkor ott egyrészt föl lehet tenni a kérdéseket, másrészt így a problémás helyzetekben így segítséget kap a nevelő. De jó, nagyon számomra úgy tűnik, hogy ez így nagyon egyben van, ez az egész folyamat is, és most egy picit az érzelmi oldalát ragadnám meg, hogy milyen mégis elengedni 12 hónapos korában azt a kutyát, akit eddig te nevelted, gyakorlatilag 8 hetes korától kezdve. Hát őszintén szólva változó. Tehát én a függén kívül neveltem az Unót, aki végül nem lett vakvezető kutya, mert voltak parái, úgyhogy ő végül nem lett erre alkalmas. Meg volt nálam sokszor nyárra kutya, akik így elmentek a gazdik nyaralni hosszabb, rövidebb időre, és én ezeket imádom hazavinni, mert nagyon szeretem a kutyákat, és akkor ilyenkor ilyen teherautónyi kutyával közlekedem jobbra. Akkor egy kicsit ilyen panzió. Igen. És akkor szóval, hogy igazából egy hét alatt is meg tudod szeretni annyira, hogy tök nehéz azt mondani, hogy menjen vissza. De hogy nyilván van olyan kutya, aki jobban a szívedhez nő, meg van olyan kutya, akit persze szeretsz, de hogy mondjuk problémásabb, vagy pont egy olyan életszakaszba érsz, amikor így jó az, hogy egy picit kevesebb kutya van, vagy elkerült tőled az a kutya, ettől függetlenül iszonyú rossz visszavinni, de nagyon jó érzés arra gondolni, hogy ő most kap egy kiképzést, és utána egy életre szóló társa lesz valakinek, akinek ő lesz a szemefénye, és ő fog neki segíteni a szó minden értelmében. És ahogy itt említetted, hogy vannak problémásabb kutyusok, hogy ezt így, hogyha észreveszed, hogy problémás egy kutya, mondjuk adott esetben megugatja a villamost, most mondtam egy példát, akkor azt te jelzed a kutyaiskola felé, és elkezdtek ezen együtt csiszolni, vagy megnézik többen esetleg a kutyát a kiképzők közül, vagy ilyenkor mi a protokoll? Hát ez nyilván attól is függ, hogy mennyire rutinos egy nevelő, tehát hogy ha a problémásabb kutyát nem feltétlenül úgy értettem, hogy a kutyával van probléma, de azt gondolom, hogy neki bekapcsolódni egy családba, főleg ahol több kutya is van, az mindig másmilyen. Tehát, hogy van egy, nálunk ugye eleve van két saját kutya, és akkor emellé jöttek pluszban a nevelt kutyák, és hogy van, aki olyan típus, hogy simán veszi azt, hogy ő egy harmadik kutya egy családban, és van, aki meg annyira nehezebben áll be a sorba, és akkor ő akar mindig a központban lenni. Erre szoktam azt mondani, hogy ő egy tipik egyke kutya, tehát hogy ő sokkal jobban érzi magát egy ilyen szituációban, és például az Unónál pont ezt éreztem, hogy ő nagyon szerette az én kutyáim is nagyon szerették az Unót, de hogy alapvetően ő neki sokkal jobb helye van egy olyan családban, mert hát nyilván elgondolkoztam, hogy azután, hogy kiesett, hogy megtartsam őt is, de hogy be kellett látnom azt, hogy ő sokkal jobb helyen van egy olyan családban, ahol ő egyedül van, és
és hát ő anyuci pici kiskutyája, mert hogy nálunk ő csak a harmadik. Tehát, hogy így értettem azt, hogy problémás. De persze nyilván felmerül olyan, hogy a nevelés közben látunk egy problémát, amit meg kell oldani, például megugat bármit. De ezt egy rutinosabb nevelő, ezt egyrészt meg tudja oldani magában, hogyha ez egy sima, egyszerű olyan probléma, hogy még sosem találkozott ezzel egy kutya, és akkor ezt meg kell oldani. De természetesen igen, az iskolának ezt jelzi az ember, hogy vannak ilyen problémák, és akkor egyrészt kapsz tanácsot, hogy ezt hogy csináld, másrészt meg kapsz segítséget is, és akkor akár együtt is megnézzük, hogy akkor itt mi a gond. És hogyha mondjuk én teljesen friss vagyok ebben az egészben, tehát úgy szeretnék kutyust nevelni, hogy nem volt kutyám előtte, tehát teljesen új téma ez az egész nevelős, illetve kutyás dolog, de hogy mégis annyira szeretnék elköteleződni a jó ügyért, hogy úgy döntök, hogy akkor belevágunk. Hogy ebben az esetben milyen jelentkezési lapot, vagy mi az útja, módja, hogy én lehessek alkalmas nevelőgazda? Hát ez úgy szokott lenni, hogy az iskolánál jelentkeznek, és akkor felveszik velük a kapcsolatot, vagy hát annól velem is úgy volt, hogy felvettük a kapcsolatot, és akkor volt egy személyes találkozó, ahol ilyen elbeszélgetés van. Általában, amikor megkapja az ember a kölyköt, akkor olyan kölyköt kap, ami így passzol az ő habitusához. Ez később gondolom a vakvezető kutyák kiválasztásán is így van, a habitushoz passzoló kutyát keresik, és akkor hát itt is a kölyköknél is igyekszünk úgy, hogy olyan kölyköt kapjon az ember, akivel úgy jól fog tudni működni. Mert nyilván egy hiperaktív kiskutyával egy olyan ember, aki mondjuk egy lassabban mozog, vagy egy idősebb, vagy bármilyen, annak ez egy rémálom lesz, meg a kutyának se oké. És akkor ez az elbeszélgetés alapján kap majd egyszer egy kiskutyát, amikor éppen jön. Igen, igen. És még azért picit visszatérnék megint csak oda, hogy füge és unó alapvetően miért nem lett végül alkalmas arra, hogy vakvezető kutyába váljon? Hát füge alkalmas lett volna, csak ugye ő a tenyész kansága miatt, ugye értem. A vakvezető kutyákat ivatalanítani kell, ez a jogszabály. Ha valakit ivatalanítanak, akkor nem lesz belőle tenyészkan. És amikor ő kiderült, hogy ő nem lesz alkalmas tenyészkannak, akkor ő már 3 éves volt, tehát utána már nem vonták be a képzésbe, mert nyilván mire kiképzik, igen, meg kikerül, az már egy olyan rövid idő a munkában, ami az iszonyú befektetett pénz és munka, az nem fog megtérülni. Igen. És Uno? Unót nem nagyon tudom, hogy pontosan hogy volt. Unónak azért voltak félelmei, szóval valószínűleg ezt gondolom, hogy ez volt az oka annak, hogy ő nem vált végül alkalmassá. Igen, igen, értem. És kicsit akkor rátérnék arra, hogy meséld el a kedves hallgatóknak, hogy mi is az a Ritnovsky díj erre hát erre szerintem így tesszük fel a pontot gyakorlatilag az íre, hogy ezt így megosztod a kedves hallgatókkal. Hát én idén kaptam meg ezt a Ritnovsky díjnak az istfokozatát, és megmondom őszintén, hogy iszonyú büszke voltam erre a díjra. Ez egyébként a kölyök nevelők kapják, annak függvényében, hogy hány kutyát neveltek fel. Én 3-at neveltem összesen, akit így az elejétől végéig neveltem, és nyilván ez akkor is jó munka, hogyha nem jár érte semmi, mert ez egy önkéntes munka alapvetően, és hogy az, hogy dolgozol egy kis kutyával, az már önmagában iszonyú feltöltő ereje van az ember életében, azt gondolom. Viszont ez az, hogy kaptad ezt, vagy kaptam ezt a díjat, az nekem azért esett nagyon jól, mert ez egy olyan elismerés, hogy ezt egy jó ügy érdekében csináltam. És nyilván ezzel a díjjal alapvetően nem jár semmi, azon kívül, hogy van, és tudom, hogy ezt kaptam, és megcsináltam ezeket a dolgokat, de hogy szerintem ez mindenkinek egy ilyen
Jó érzés az, hogy elismerik a munkáját. Eszmei érték. Igen, igen, ezt a szót kerestem, csak gyakorlás. Nem jutott eszembe. Igen, igen, abszolút. És úgy tudom, hogy ezüst díjat 3 kutyus igen. után, aranyat azt hiszem 6, és gyémánt fokozatú díjat 10 kutyus felnevel, és úgy tudom, hogy igen, igen. És ezt a díjat egyébként a kutya kiképzőiskola hozta létre, ugye? Azt hiszem, hogy igen, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Nem tudom, hogy a szövetség, vagy az iskola, vagy ketten együtt ezt így. Szerintem úgy emlékszem, hogy pontosabban ketten együtt hozták. Igen, gondolom, létre. Igen. És szerintem azért is fantasztikus ez, mert hogy abszolút, de nagyon nagy munkát végeztek, nem csak a kutyákon, hanem azzal szerintem, hogy érzelmileg mindezt el tudjátok engedni, és te akár már 3-szor is el tudtad engedni, úgyhogy szerintem óhatatlan, hogy egy év alatt hozzád nőjön, pláne, hogy tényleg... Hú, egy hét alatt. Vagy egy hét alatt, pláne. Szóval pláne, hogy nagyon sok helyen együtt vagytok. Még egy kicsit akkor ezt így elmeséled, hogy mit jelent az, hogy mindenhova együtt mentek? Tehát itt a boltba is bemehet már a kicsik is, pár hónapos kutyus is? Hát alapvetően a jogszabály szerint nem kutyabarát helyre, csak a kiképzővel mehet be. Uh-huh. A kölyöknevelő jogi státuszában nem kiképző, viszont nagyon sok helyen jó fejek a boltokban, és azt mondja, hogy igen, vakvezető hámban, nyilván van neki ilyen nagyon cuki tanulóhámja, és hogy ebben nyugodtan jöjjön be és gyakoroljon. Ez nekünk nevelőknek, meg nyilván később a kiképzőknek iszonyú nagy segítség, mert találkozik a kiskutya olyan helyzetekkel is, például egy piacon a húspultnál, ahol óhatatlanul... Igen, csábító lehet, de meg kell tanulnia viselkedni, és nyilván az ember tud szimulálni szituációkat, hogy mondjuk találkozzon sonkával a földön, vagy nem tudom, hogy érezze azt a piacnak azt a hatalmas ingerét, hogy tömeg van, erős szagok vannak, mindenhol csábító dolgok vannak a földön, adott esetben galambok vannak, tehát hogy ez egy akkora ingerbomba egy kis kutyának, ami tök jó, hogyha tud vele találkozni egész pici korában. Jó, köszönöm, hogy ezt így részletesen is feltártad elénk, és akkor térjünk egy kicsit át arra, hogy ugye azt hallottuk, hogy van a füge, ő egy labrador típusú kutyus, és a többi kutyusod, kik ők, mit csinálsz velük, milyen típusú kutyákról beszélünk? 3 labradorom van, és most az utolsó kis kutyám, ő egy korgi, ami egy hatalmas régi álmom volt, hogy legyen egyszer egy korgim, de nem gondoltam, hogy ő terápiára esetleg alkalmas lesz. Viszont a Paisley, őt alapvetően úgy választottam annó, hogy ő egy lassúbb típusú kutya legyen, mert a füge egy iszonyú pörgős kutya, és a legnagyobb jó indulat mellett sem passzol igazán az óvodába. Azért, mert... A csupa boldogságában annyira lelkes, hogy 2 csóvel, és mint a kuglibábuk dőlnek föl a pici óvodások. Tehát, hogy ő neki ott annyira sok kontrollt kell magára tenni, hogy ne legyen sok, hogy már abban elfárad, hogy saját magát kontrollálja ebben. Egyébként nagyon ügyes, és tök szépen megtanulta ezt így az évek alatt, de hogy alapvetően igyekszem olyan helyen dolgoztatni a kutyáimat, ami nekik sem annyira megterhelő, és jól is érzik magukat abban a közegben. A füge nagyon szereti egyébként a pici gyerekeket, de hogy nyilván iszonyú sok neki. És a Paisley pedig egy tudatosan választottam úgy, hogy ő egy lassabb típusú kutya legyen, ami nekem személy szerint nagyon nehéz vele együtt élni, mert én is pörgök annyira, mint a füge, és ezért a Paisley mindig egy kicsit el van maradva, ő egy kicsit ilyen elvarázsolt művész lélek egyébként. De hogy ő például nagyon jól működik az ovivan, pont azért, mert hogy, ahogy mondani szokták, a szájában megalszik a tej, tehát hogy így teljesen be van lassulva, és viszont baromi magas lett. És ezért
Például van olyan szituáció, hogy ülnek egymás mellett egy óvodással, magasabb, mint egy óvis. Ennek van, aki nagyon-nagyon örül, mert hogy ez milyen jó, de hogy aki egy picit is tart a kutyáktól, annak ez azért félelmetes. És amikor hát így kiderült, hogy a Prézli azért nem a tökéletes pont a magasságából adódóan, egyébként ő nem is akkora teherbírású, mint a füge, ezért elkezdtem gondolkozni azon, hogy legyen egy kiskutyám, de hogy alapvetően, hát nyilván az újfulland és a labrador után nagyon nehéz nekem kiskutyát választani, és akkor egyszer volt egy beszélgetés, az én kutyáim az Azul Segítő Kutyás Egyesülethez tartoznak, és ott a kiképzésvezetővel beszélgettünk, és ő mondta, hogy jó, de hát ha korgit akarsz, és az a szerelem, akkor miért nem veszel korgit? És akkor így mindegy, szót követett, beszélgettünk sokat, és akkor hát 2,5 évet vártam erre a kiskutyára, aki most már 3 hónapos, és hát most már 2 hete nálunk lakik, és hát egy borzasztó más jellem, mint egy labrador, tehát hogy ilyeneken fent tudok akadni, hogy a múltkor véletlenül több vacsorát adtam neki, mint egyébként szoktam, és akkor így megette a szokásos adagot, és a többit így ott hagyta. És így néztem, hogy úristen, mi baj van ennek a kutyának, aztán rájöttem, hogy nem jól mennyiséget adtam neki, de hogy ezt egy labrador sosem csinálná meg. Igen, tapasztalat. Igen. És így, szóval, hogy vannak ilyen különbségek, és egyébként nagyon féltem attól, hogy ő hogy fog bekapcsolódni a mi családunkba, meg hogy én hogy fogom tudni őt nevelni, mert hát nyilván egy tök más eszköztár kell egy ilyen kis kutyához, ő azért egy terelő kutya alapvetően, mint mondjuk egy labradorhoz, de hogy egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon szépen bekapcsolódott, szuper, és nagyon szépen működik is. Szuper. Lassan így a műsoridő végéhez érve még azért szeretném, hogyha kicsit röviden azért mesélnél arról, hogy ez a terápiás kutyázás hogyan működik, illetve ezt a fogalmat, hogy terápiás kutya mit jelent, ezt így még megosztanád a kedves hallgatókkal. De a terápiás kutya alapvetően a segítő kutyák egyik alfaja tulajdonképpen, és hogy az abban különbözik a segítő kutyákkal, hogy ő nem a gazdájának segít effektív, hanem a gazdájával, vagy hát a felvezetőjével, aki úgy általában a gazdája, bemegy különböző csoportokba, és ott egy fejlesztésben, vagy egy terápiás foglalkozásban vesz részt, ami lehet egy kommunikációs tréning, vagy lehet egy idősek otthona, ahol az idősek például csak a szeretetüket a kutya felé fordítják, vagy csak beszélgetnek egy kicsit. Lehet ez egy mozgásfejlesztő csoport, lehet autisták, nálunk például Prézli egy autista csoportba jár, azt nagyon szereti. De lehetnek teljesen népközépiskolások, mert ilyen is van. És milyen feladatokat tud a kutyus? Hát először is ahhoz, hogy terápiás kutya legyen, ahhoz le kell tenni egy 2 körös vizsgát, és ez az első része, ez a temperamentum vizsgáit, azt nézik, hogy azt hiszem 12 vagy 14 feladat követi egymást, ami eléggé megterheli a kutyának az idegrendszerét, és olyan szimulációs feladatok vannak benne, ami egy terápiás foglalkozáson előfordulhat, például olyan, hogy ki van rakva kaja, és azt nem veheti el, vagy erősen megtolják a kutyát, és akkor ott ő nem utasson félelmi vagy agresszív reakciókat, vagy elvesznek tőle egy nagyon cupákos csontot, és hogy nyilván azt is neki így, oké, köszi, akkor tessék, vigyed. Tehát így kell reagálni a jó esetben. Külön el kell mennie másokkal dolgozni, mert nyilván a terápiás kutya ugye nem a gazdájával dolgozik effektív, hanem ezekkel a gyerekekkel, vagy a kliensekkel. És hát, hogy milyen feladatok vannak, az meg mindig attól függ, hogy milyen a csoport, vagy mi a célja annak a fejlesztésnek. Tehát egészen onnantól, hogy nyilván tudnak egy csomó trükköt, amit nagyon szívesen bemutatnak bárkinek, és ez tök jó érzés a gyerekeknek, hogy ők is tudnak trükköt kérni a kutyáktól, vagy elmennek például ilyen szokott lenni olyan, hogy ilyen csak igazából fekszenek, és akkor rájuk vannak csipeszelve mondjuk ilyen kommunikációs feladatok, és akkor azt kell megoldani a gyerekeknek, mondjuk egy párbeszédet el kell játszani,
vagy a mozgásfejlesztős csoportban ilyen akadálypályán kell közlekedniük, és akkor ez nyilván tök jó motiváció annak a gyereknek, aki egyébként nehéz számára az, hogy mozogjon, hogy a kutyával együtt megy végig ezen a pályán. Szóval nagyon változatos feladatokat csinálnak, sokszor nagyon el is fáradnak, mert hogy alapvetően, hát mondjuk van egy 10 fős csoport, amiben dolgoznak, azért ott zaj van, ott ingerek vannak, ott van, hogy egyszerre 10-en simogatják, van, hogy futkosnak körülöttük, van, hogy csak úgy várni kell, és nyilván van, akinek ez is nehéz. Szóval ez jó fárasztó, utána mindig nagyot pihennek, meg igyekszem őket jól kimozgatni, hogy játszanak egy kicsit, utána lemenjen róluk a feszkó. Láttam egy olyan videót, ami tényleg ilyen nagyon, nagyon érdekes volt a számomra. Testnevelés óra volt, és a gyerekeknek futniuk kellett körbe, az volt az adott testnevelés órán a feladat, és sokkal szívesebben megcsinálták úgy, hogy a kör közepén egy kutyus állt, és mindig a felvezetője mondta, hogy amikor a kutyus ugat, akkor kell mondjuk pozíciót váltani, tehát az ellenkező irányba. És akkor ez így a gyakorlatban is így működik, ugye? Igen, mi is szoktunk ilyet csinálni, igen. Például a gyerekeknek az oviban ezt a, mindig az ovius korcsoportnál érdemes olyan feladatokkal kezdeni, ami így kimozgatja őket, mert nyilván bennük is a nap során felgyúlt egy csomó olyan feszültség vagy energia, amit így jó, hogyha kivezetnek, és akkor mindig valami mozgásos feladatot teszünk az elejére, és ott is szoktunk ilyeneket csinálni, hogy nézni kell a kutyát, és akkor ha ő forog egyet, akkor nekik is kell egyet forogni, hogyha ugat egyet, akkor hátat kell fordítani, és a másik irányba kell futni, vagy mit tudom én, hogyha lefekszik, akkor lassan kell menni, ha felül, akkor gyorsan kell menni, szóval, hogy ilyen ez azért is jó, mert egyrészt mozognak, másrészt pedig a figyelem az több felé kell, hogy irányuljon, és akkor ezzel fejlődik az is, hogy egyszerre több mindenre tudjanak hatékonyan figyelni. Szuper, és nagyon jó, hogy ezt így aktívan, ilyen elkötelezetten így abszolút szerintem elmondható, hogy csinálod, és szereted is nagyon ezt az egészet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad még egyszer a meghívást. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Klébesz Kinga volt a mostani vendégem, én pedig Császár Angelika vagyok, és ez itt a Handicap. Köszönöm én is, sziasztok!